Na szevasztok és sziasztok, én se látok itt az Erbök is, üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraft-ba, a városépítés túlélőbe nevezetű sorozatomba. És máma ugye, hol tartottunk? Azt a delaggol még mindig, pedig most lejjebb vettem a chunks-ot, direkt, hogy ne lagoljon annyira, most csak a kevesebbet látok, na mindegy. Várjátok srácok, túl hangos a játék nekem, lejjebb veszem. Aha, így már jó. Ja, srácok, ugye találtunk vasat. Viszont nincsen fánk, vagy van nekünk fánk? Úgy értem, hogy fa, nem pedig fánk, na mindegy. Akkor kell nekünk ugye fa, fát fánk, na jó srácok. Elnézést, srácok, elment a hangom. Ez nekem mind nem annyira jó. Én ezt vissza fogom állítani chunks 5-re. És hát akkor játszunk akkor, srácok. Ugye ezt a sorozatot vágásnak is csinálom. Nem tudom mi, az jó érzés. Csak néha-néha vágásokat rakok bele. Viszont akkor nézzük a srácok. Hát sok termem van itten, elején amúgy még csak normális túlélő lesz, ugye aztán utána elkezdjük építeni a város, mert amíg nincsen semmink, addig sokat nem tudunk csinálni, de azok kár, hogy így nagyon laggol srácok, nem tudom miért. Majd még fogok ezzel, akkor még ja, le fog ülni, aztán megpróbálom megoldani a problémát srácok, mert hát ez így nagyon nem állapot srácok, hogy ez ennyire laggol, meg minden. De viszont akkor most vágtam egy kis fát, akkor most ezt be is váltom ugye ilyen oak planksre, és akkor ezt ide be is dobom, és akkor most megvárom, még kisül a vas. Na srácok, meg is van a 4 vas. És vagyis hát most már 8 ugye. Ezzel a 8 vassal szerintem kéne csinálni ugye vas csákányt. És hogyha megvan a vassákány, akkor pedig majd keresni fogunk gyémántot srácok, és akkor már jó lesz minden. Így né. Van nekünk vassákányunk. Viszont ezt a külcsákányt akkor ezt most már elviszem. Ha látok srácok, akkor ezt ide visszarakom. Még fát, azt érdemes vinni, meg crafting table-t, meg mindenfélét. Minden srácok, majd feljövök érte, mert ők srácok ezt így rakom ide le, mert így menüben néz ki. Na mindegy, ezt akkor ide átrakom, és hát akkor menjünk le srácok, nem tudom mi fog engem várni. De laggol, srácok miért laggol ennyire? Nem értem. Hallok ilyen bánya hangokat, azt így sajnos nem halljátok, mert ugye az túl halk. Viszont ugye azt már láttuk, hogy itt ebbe a bányában nincs semmi. Nem tudom, hogy azóta spawnolt-e valami. Ennem kéne, azt vettem észre. Hát akkor kell gyűjtenünk haját, akkor még nem szabadna lejönnünk, srácok. Na mindegy, akkor gyorsan felmegyek kajáért. Na, fent is vagyok, kezd beeseledni. Srácok, hát hát csak nem jön valamilyen mob, vagy ilyesmi. Na, akkor hozok meg magamnak itt ilyen kenyeret, úgymond, búzát. Na, így né. És akkor le is kraftolom egy búzával. És akkor előbb csinálok magamnak kenyeret. Remélem, nem baj nekik. Na, mindegy. Ja, aztán... Meg kéne ilyen veteményes csinálni. Ugye van nekünk már ilyen magunk, meg innen. Na várjátok, akkor kraftolok magamnak kenyeret, pedig úgy tudom, hogy már van, de azért... Hát... Sosem árt a több van. És most már van nekünk 21-ünk. Hát ugye valamivel majd a város is el kell tartanunk. Jó, akkor ezt le is viszem. Úgy értem, előtte alszok. Ja. Hát remélem nem annyira unalmasak ezek a videók amúgy. Ahol ilyen vágás nélkül szoktam videózni. És hát szerintem az csak ez a... És hát, jó, ha írtok valamilyen kommentet, annak nagyon örülök. Szóval nyugodtan írjatok.
Na, akkor ezt így ki is ütöm. Hát remélem azért lehet látni, hogyha nem, akkor meg vegyétek fejebb a fényerőt. Ha tudjátok, ha nem, akkor meg kérjetek meg valakit, aki esetleg tudja. Ha várjátok srácok, akkor itt vagyok a... ugye 40. blokk ez. És akkor most lássunk lejjebb. Hát akkor... na várjátok srácok. Van. Így, nem. Akkor legyen egy kis fényünk, jó, ez tönkre ment, legalább akkor most már gyorsabban tudunk ütni. És hát eddig is tudok volna, csak hát én, ja, én most már el akartam használni ezt a facsákányt. Úgy ez milyen kül? Ez mi? Andesit, nem van, jó tudni. Oké, hát menjünk még lejjebb. Hát, talán mindjárt ilyen. Én úgy szeretek inkább kőcsákányat szeretek amúgy a legjobban így bontani. Nem pedig vassal, szokon, hogyha szereznek vasat, akkor mindig kraftolnak vassákányt, és azzal szoktak így bontani engem, az így tökre idegesít, srácok, én nem szeretek ezzel így bontani, srácok, én ezt arra szoktam forrulni, hogyha esetleg találok, ugye, első ilyen izéből már egy böflint. Mi ez? Mi ennek a neve? Kettő? Mi az? Srácok, hogy vagyok én ennyire szerencsés, srácok, hogy kettőből kettő flint? Vagy ez mindig flintet ad most már? Most már ítélet ritkább. A gravel? Mi a gravel? Gravelnek hívják, jó van. Ez mind mondom, só, de... de mindegy. Na, itt van még egy kis föld is. Például 3-ból 2 flintet kaptunk, az vagy a fenébe. Na, jó van. Hát remélem nem jön creeper. Hát legfeljebb nem tudom. Hányadik blokkon vagyunk? Srácok, ti halljátok ezt a sziszegést? Én nem hallom annyira, de hallom. Jaj, és csak az, amikor megyek a blokkon. Nem, egy pókot hallok. Ez valahol van egy pók. Csak nem pók. Meg zombi. Pókot meg zombit hallok. Remélem nem ott fent vannak valahol. Na jó van, mindegy, csinálom tovább a dolgomat, amelyért itt vagyok, azt tovább csinálom. Nézzük, mik vannak még itt lejjebb. A hanyadik szint, 22, jó van, még olyan 12-t leásunk. Ah, ilyen pókot hallok. Pókot. Csak nem fogunk találkozni vele. De egyre hangosabban hallom. Ugye nem a 10. szinten van direkt. Na mindegy. Akkor... ezt ki is ütöm. Remélem nem fogja spawnolni az idő alatt valami. Game, például egy creeper. Hardcore-ban biztos megtörténne. Csak ez most nem hardcore, ez csak sima túlélő. Szerintem lenne valami. Na mindegy. Hát csak nem. De nagyon hallom ezt a pókot, ez nem idegesít, ez így nem jó. Na jó. Akkor, találtunk lapiszt. Na, nem is rossz. Ez is ki. Szépen. Jó volt. Megtaláltunk szenet, na végre, srácok, végre szén. Viszont ugye nincs fám. Ez gond, akkor fel kell menni fáért, és akkor ugye most már ugye lesz nekem fákjám. Na jó, srácok, akkor lesz egy kis timelapse addig, amíg nem lesz fákjám. Na, srácok, akkor most már lett nekem egy kis fákjám, és találtam amúgy ott lent egy kis vasat is. Akkor azt ki is égetem, srácok. Ugye természetesen fából, mert nem érni meg szerintem. Szénből építeni, vagy szénből égetni, mint építeni, nem mindegy. És srácok, ugye most megvan nekünk saját fákjánk, úgyhogy... ha
ha jól tudom, tőle vettem el a fákját. Úgyhogy akkor most ezt akkor vissza is adom neki. Köszönöm szépen, hogy kölcsön vettem. Amúgy ugyanolyan olyan ház, mint az enyém. Ott van egy kis moha. Majd ezt szépen fel kell újítani. Remélem nem költöznek amúgy ki. Mert szokott olyan lenni, hogy csak így idővel így eltűnik az összes falusi. Amúgy itt volt egy gólem is. Az hová lett? Na mindegy. Ez volt az én házam, gondolom igen. Itt is van egy kis ma. Erre mióta lehet rárakni azt, hogyha kinyitom? Jó van, gondoltam. Ez jó, hogy csináljuk. Mi, hogyha így csinálok? Nem lehet így. Na mindegy. Jó van. Hát akkor... Most akkor csináljunk egy ilyet ide. Ezt berakjuk. Vagyis mi? Nem. Na, ezeket rakjuk ide be. Ezek nem kellene nekünk. A fát lehet, hogy mégiscsak kéne vinni. Esetleg ugye kifogynánk a... Kifogynánk ugye a... Hogy mondjam... Fákjából. Viszont az erceket azt itt hagyom. Jó van. Akkor lehet, hogy most már nem megyek be, vagyis le. Viszont én akkor most én csinálok ide egy... Nem, egy csinálok. Na, várjál, így. Ezt így ide. Oda a másikat. És akkor csinálok magamnak egy kapát. Ugye van nekem most vasam, abból szerintem kraftolni fogok egy vödröt. Így. Van vödör. És akkor ebből ugye csinálok egy egy ilyen kis farmot. Csak hogyha szóval kéne. Igaz, hogy nekik már van farmjuk, de én akarok egy sajátot ide házacskán mellé. Látok ez a blokk, ez ide nem kell. És akkor itt lesz a kis kertem. Na nézzük csak. Hol van nekünk víz, srácok? Ó, a kút. A kútból hozunk vizet. Ami azt mondja, hogy a Minecraft végtelen víz van a kútból. Most már hárman van. Mi a fene? Mi van itt ilyen gyülekező? Itt van kettő, meg három, itt úszkál. Jó van, elvagytok ti. Jó van. Csináljátok, amit akartok, én csak hordanám a vizet. Mondjuk ez eléggé undorító víz lehet, hogy ott fürdenek benne a falusiak. De nem fogom meginni, a növények fogják meginni. Hát akkor el kell viselniük, ha így jártak. Na most mit tudok tenni? Na jó, van, akkor ezt ugye le is rakom itt, ezt kiásom így. Így, eddig kb. Igen, és akkor ide rakok egy vizet, akkor most hozok megint egy kis vizet. Na, hoztam megint egy kis vizet, akkor jól tudom, ide kell ezt rakni. Aztán a közepéből veszem ki, és aztán oda rakok egyet, és akkor kész is, van a végtelen víz, most már bárhonnan lehet venni, csak a széléről nem. Akkor ezt itt akkor meg is csinálom, itt ezt ki is ütöm, most ez nem fog visszacsinálódni, ugye, mert most itt van mellette a víz. Kezd beesredni, én nem akarok balhét a szörnyekkel, szóval inkább belőbb megyek aludni, mert még ezt megcsinálom. Úgyhogy akkor, ja, jó éjszakát, akkor most alszok egy kicsit. Na jó reggelt, fel is keltem, itt szép az idő, meg minden. Akkor mehetünk is ki. Jól van. Na, hát egy kicsit már vizes is lett az egész. Ezt kell ütnem, addig nem tudok ráállítani. Én tudsz rakni, oké. És ez meg is van, és akkor ugye van nekünk kettő magunk egyenlőre, elég annyi. Ezt ide le is rakjuk, és akkor itt majd a végén lesz nekünk végtelen kenyerünk. Ami hát eléggé nem annyira sok, aztán majd szerintem ide raknak ilyen szalma blokkokat, mert hát miért ne, értek. Az úgy jobban néz ki, vagy nem tudom. Viszont hát, hogy akkor ennyi lett volna már ez a rész, remélem tetszett, ha így van, akkor ezt kérek szépen jelezd egy lájkkal, és egy feliratkozással, és hogyha nem akarsz lemaradni új a tartalmakról, akkor nyomd meg a csengőt, így, ja, mindig, hogyha felrakok újabb videót, akkor arról mindig értesítést fogsz kapni, de akkor találkozunk a legközelebb, viszlát és hello!